Jó estét kívánok, kedves nézőink! Folytatjuk kistérségi körképünket, amelyben a települések járványügyi helyzetéről érdeklődünk. Ma a stúdióban Abony polgármesterét, Pető Zsoltot köszöntöm, szervusz! Köszönöm a meghívást! Én is köszönöm, hogy itt vagy, tegeződünk, mert nagyon régóta is természetesen úgy maradjunk. És most is ebben a legfrissebbekkel kezdjük. Van-e regisztrált koronavírussal fertőzött a városban? Sajnos van. Egy pozitív tesztről van tudomásunk. Telefonon vettem fel a kapcsolatot az érintettel. Köszöni, jól van, jelenleg járványügyi zárlat alatt van ő is, illetve a vele együtt élő családtagok is. A családtagok azok negatív teszttel rendelkeznek, tehát egyedül egy fertőzött személyről tudunk. Mint ahogy a legtöbb település, Abony is, sőt, Abony több fronton is aktív életet él a Facebookon, mert a városnak van egy külön Facebook oldala is, illetve neked is van egy külön Facebook oldalad, ahol az aktuális és a legfrissebb hírekről tájékoztatod a lakosságot. Nagyon aktívak az emberek, láttam. Hogyan látjátok, hogyan tapasztaljátok, hogyan fogadják ezt a fajta kezdeményezéseteket? Ha kiegészíthetem a felsorolást, akkor mondhatom azt is, hogy egy Abony applikációval is rendelkezünk, egy mobiltelefonos alkalmazással, ami a harmadik olyan elem, amin nagyon gyorsan próbálunk információt eljutatni a lakossághoz, illetve arra is alkalmas ez a kommunikációs elem is, hogy a lakosságtól is gyorsan kaphatunk visszacsatolást bizonyos ügyekben. Nagyon fontos a kommunikáció ebben az időszakban, hogy gyorsan eljussanak az információk az emberekhez, és ha bárkinek bármilyen gondja van, ő is gyorsan eljuthasson hozzánk. Ezeken az oldalakon látom azt is, hogy fantasztikus a civil összefogás, és példátlan az együttműködés az önkormányzat és a civilek között. Hány fronton, mert nagyon sokféle fronton úgymond támadtok, illetve segítetek az embereken? Ahogyan az ország úgy abban is 50. napja védekezik a járvány ellen, és azt gondolom, hogy nagyon büszke lehet, és mindenki büszke lehet Abony város lakosságára, mert ahogyan mondtad is, példaértékű az összefogás, ami kezdetektől fogva látszódik. Rengeteg adományt kapott a város civilektől, vállalkozóktól, magánszemélyektől, rengeteg pénzadomány érkezett, a mai napon meghaladta a pénzadomány a 4 millió forint összeget, amelyet a védekezésre és a szociális segítségnyújtásra szorulók ellátására fogunk fordítani az elkövetkezendő időszakban is. Mikortól kezdtétek el gyűjteni, mert a 4 millió forint az tényleg fantasztikus összeg. Ez mennyi idő alatt gyűlt össze? Hát körülbelül egy hónapja gyűjtjük a pénzadományokat. Nagyon sok magánszemélytől kisebb összegű adomány is érkezett, amiért nagyon hálásak vagyunk. Ugyanakkor cégektől nagyobb összegű adományt is kaptunk, amiért szintén hálásak vagyunk. A segítségetek az kétfajta irányú, ha jól tudom. Tehát az önkormányzatnak a látókörében is vannak olyan főleg idős emberek, akikkel segíteni kell, illetve a civilek is tudnak olyanokat, akiknek segíteni kell, hogyan működik ez így együtt. Igen, azért a feladatainkat becsatornáztuk, és a kezdetektől fogva szervezetten működünk. Mindenféle ellátás iránti igény a humánszolgáltató központhoz érkezik be, illetve oda csatornáztuk be. A humánszolgáltató központnál a szakembereink osztályozzák az egyes problémákat. Vannak olyan gondok, ami pénzügyi természetű, és a hivatalnak kell segíteni, a polgármesteri hivatalnak. Vannak olyan természetű feladatok, például a szociális étkeztetés, amiben a szociális segítségnyújtók nyújtanak segítséget, illetve vannak olyan feladatok, amikor csak egyszerű bevásárlással vagy gyógyszerbeszerzéssel kell segíteni önkénteseknek, de ilyenkor is az önkéntesek munkáját a humánszolgáltató központ szervezi meg. Idősebbek, vagy inkább kisgyerekes családok azok, akik leginkább segítségre szorulnak, vagy vegyes a kép? Főként idősek. Körülbelül 190 főről gondoskodunk önkéntesek segítségével, ők azok, akik bevásárlásban és a mindennapi életvitelben segítenek. Egyébként mennyire fegyelmezettek az abonyiak, és akkor átéletünk most a legaktuálisabb dologra, hogy egy pici könnyítés fog majd érkezni hétfőtől az országban, illetve hát a maszkok tekintetében nem, mert ugye kötelező lesz majd az árt helyiségekben. Ti hogy álltok ezzel? Mennyire tartják be szabályokat az abonyiak? Én azt gondolom, hogy nagy többségében betartják az emberek a szabályokat. A kezdettől fogva azt mondom, és azt mondjuk, hogy a jelen helyzetben a közösségnek is, és az egyének is felelős magatartást kell tanúsítani. A közösség alatt értem azt, hogy be kell tartanunk Abonyváros önkormányzatánál azokat a szabályokat, illetve alkalmaznunk kell azokat a szabályokat, amelyet a kormány, illetve az operatív törzs meghatároz, illetve egyéni szinten pedig az embereknek követni kell azokat az ajánlásokat, illetve szabályokat, amelyet az önkormányzat határoz meg feléjük, illetve kormányrendeletben vagy operatív törzs ajánlásban jelenik meg. Én azt gondolom, hogy az abonyiak nagyon fegyelmezetten viselkedtek az elmúlt időszakban, ezeket a szabályokat betartották.
Múlt héten, pénteken kaptuk az értesítést a pozitív tesztről, és addig a napig csak ajánlottuk a maszkviselést, és támogattuk is a maszkviselést ingyenes maszkok osztásával. De szombattól kötelezővé is tettem a maszkviselését zárt helyen, és már a szombati napon azt tapasztaltam, hogy viszonylag gyors rendelet bevezetés után, illetve rendelet alkalmazás után az emberek döntő többsége önkéntesen viselte a maszkot, és erre még rásegítettünk az adományozási akciónkkal, hogy ingyenesen a nagyboltoknál adtuk az a maszkot mindenkinek, akinek nem volt esetleg saját, és ebből semmilyen gond nem volt a városban. Azt gondolom, nagyon fegyelmezett volt a város lakossága, és nagyon bízom benne, hogy most az enyhülő szabályok mellett is mindenki az egyéni felelősséget szem előtt tartva továbbra is megtartja a szabályokat, és vigyáz saját magára, illetve a közvetlen környezetére is. Ha már maszkok, és tényleg csak egy-két mondat arról, hogy a vállalkozók is mennyire emelé az ügy mellé álltak, láttam a Facebook oldalodon, hogy nagyon sok maszkot is kaptatok ajándékba cégektől. Igen, a maszk történetünk onnan kezdődik, hogy a március 16-a után alpolgármester asszony önkénteseket szervezett, és az ő segítségükkel maszkvarrásba kezdtek az abonyiak, amiért külön köszönet minden önkéntesnek. Ezeket a maszkokat első körben az üzletekben és olyan forgalmas helyekre juttattuk el, ahol nagy tömegében találkozhatnak emberekkel, illetve kontaktolhatnak bolti eladók, ügyintézők, majd azt követően a lakosság részére is megkezdtük az osztást. Jelenleg is a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán háztartásonként két mosható maszk átvehető. Igaz, hogy ez már nem csak az önkéntesek által varrott maszk, hanem vásároltunk is hozzá, de minden abonyi számára a maszk elérhető ingyenesen. Mindez mellett a vállalkozói adományokból, illetve magánszemélyek adományából beérkezett maszkokat az üzletek környékén, illetve forgalmas helyeken osztjuk a polgárőrség segítségével. Hogyan látjátok az emberek ebben a nagyon jó időben a szabadidejüket eltölteni? Hol töltik el a szabadidejüket, és mondjuk a frekventált parkokban mondjuk mennyire jelennek meg ilyenkor? Nem volt jellemző az elmúlt időszakban. Ami közterületi jelenlét, vagyis hát nem is nagyra közterületi, ez a horgásztavak környékén a horgászok kinti jelenléte volt tapasztalható, de más területeken ezzel kapcsolatos problémáink nem voltak. Aktuális, hogy május 4-én hétfőn indul az érettség, és Abonyban is van gimnázium. Hogyan készülnek a diákok, mit tudsz erről? Tegnap tájékozódtam, az abonyi diákok felkészültek az érettségire, készülnek az érettségire, az iskola is felkészült az érettségire, védelem szempontjából is felkészült az intézmény, de ehhez még a város is hozzájárult, maszkokat, tisztítószert, kesztyűket adományoztunk az iskola részére, próbálunk a magunk módján mi is segítkezni a fiataloknak, és hát a tanári karnak is. Hát ez a mostani rendkívüli veszélyhelyzet nem csak az emberek egészségének megóvásáról szól, de elsősorban természetesen arról, de azért ennek van egy komoly gazdasági és pénzügyi hatása minden településre. Ti hogyan próbáljátok majd a büdzsét egyensúlyba lendíteni? Takarékosan gazdálkodunk. Nyilván maradnak el kiadásaink, amit most az intézmények visszafogott működéséből adódnak, de maradnak el bevételeink is az elkövetkezendő időszakban. Mindenféleképpen igaz, amit elsőként mondtam, a takarékos gazdálkodás nagyon fontos, és jelenleg a költségvetés átszámolása, nem is azt mondom, hogy átdolgozása, hanem átszámolása folyik a hivatalban, és hogyha szükséges, akkor az elkövetkezendő időszakban akkor megtesszük azokat a költségvetési lépéseket, ami mindenféleképpen biztosítja azt, hogy az önkormányzat az elkövetkezendő időszakban is a kötelező feladatait tudja teljesíteni, és azokat a feladatokat, amiket viszont már megszoktak az abonyiak, hogy elérhetnek, lásd mondjuk a strand működtetése, azt ezután is biztosítani tudjuk majd. Ha már kötelező feladatokat említettél, a közétkeztetés az nagyon fontos minden településen, Abonyban hogyan működik, zavartalan-e? A közétkeztetés zavartalan, folyamatosan biztosítjuk a gyermekek ellátását. Ez azt gondolom, hogy köszönhető ez a zavartalan ellátás annak, hogy már a kezdetektől fogva egy nagyon szoros együttműködésben dolgozunk az iskolákkal és az óvodákkal, illetve a közétkeztető vállalkozással, de ugyanez a biztonságos ellátás jellemző a szociális étkeztetésre is a felnőttek esetében.
A beszélgetésünk végén, ha már az összefogással kezdtük, akkor fejezzük is be azzal, hogyan tapasztalod az abonyiakat, mennyire rántotta össze ez a egyébként nagyon rossz helyzet, ez a veszélyhelyzet, mennyire sikerült még jobb közösségé kovácsolni őket. Igen, hát úgy indultunk annak idején, hogy rázzuk fel a bonyt. Én azt gondolom, hogy ez a gondolat és ez az eszmeiség, ez meg is valósult a mindennapokban. Ez mellett egy másik gondolatunk volt a szeretlek abony gondolat, hogy mindenki pozitívan forduljon egymás felé és a város közös ügyei felé. Én azt gondolom, hogy ez is jól megvalósult az elmúlt időszakban, és ehhez most a veszélyhelyzet hozott egy harmadik gondolatot, ez az együtt sikerülhet gondolat, és ez az együtt sikerülhet gondolat, én úgy érzem, hogy mindenkiben gyökeret vert, és én úgy látom, hogy együtt sikerül is abonyiaknak. Ez volt a legtökéletesebb végszó. Köszönöm szépen, polgármester úr, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, háttér lesz majd jövő héten is, akkor is majd a térség egy másik polgármesterét látjuk vendégül. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra.